Tisztelt pedagógusok, kedves diákok! A magyar nemzet hazájáért ontotta a vérét a szovjet megszállás elleni küzdelemben. Fontosnak tartom, hogy a vereség ellenére is, de mondjunk köszönetet, és adjuk meg a tiszteletet egy régi honfitársainknak egy megemlékezés formájában. Hiszen ők a magyar föld visszaszerzésének érdekében a múltban az életüket is kockáztatták, illetve feláldozták. Merték felvállalni gondolataikat, és nem rejtették ezeket vék alá. Okay, listen from the mess. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, vagy az 1956-os népfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma, és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 21. század magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval. A szovjet politikai vezetés azonban kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én hajnalban a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott. A brutális megtorlás és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közleménye egyaránt elítélte. Csíz Gyula naplója. Egy fiú. Gyula. 1956. október 23-án elhatározza, hogy naplót ír. Ebben még nem lenne semmi rendkívüli, de a fiú a forradalomról akar naplót írni. Közel van a tűzhöz. Szó szerint, hiszen a Somogyi Béla utca 10-ben laknak, a földszinten, a Korvinár ruház háta mögött. Gyűjt. Tárgyi emlékeket egy forradalom feliratú dobozba. Üvegszilánkot, röpcédulákat, újságkivágásokat és rajzokat a naplóba. Rádiót hallgat, kifogatja a szomszédokat, a távoli városrészekből érkező ismerősöket. Hatalmas előtte papíron megtervezett sétákat tesz barátjával, Jancsival. Anyagot gyűjtenek, mindezt lejegyzi. Közben éli a pesti gyerekek életét. Hegedű órára jár és külön németre, diafilmeket néz, szánkózik, disznóvágásra megy Rákos keresztúrra a nagyihoz. Egy rokon műhelyében Kossuth címeres jelvényeket gyárt. Jancsival elterveznek egy egész nem létező várost, ahol az utcákat a forradalom hőséiről nevezik el. Fejében és naplójában keveredik a pesti gyerekvilág, a gangok világa és az éppen zajló történelem. Nagyon képben van. Kívülről tudja a nevezetes rádióbeszédeket, vicceket gyűjt a villamoson, lerajzolja a szétlőtt házakat. Reggel anyuval a temetőbe indultunk. Először a pap, utána a Fapsis nagyapához mentünk. Fapsis nagyapa sírja nagyon száraz volt, és ezért megöntöztük. Azután hazajöttünk, és én megcsináltam a leszkét, és hegedültem. Egy órára iskolába mentem. Az első óra, énekóra, a tanárnő dolgai miatt elmaradt. Ez idő alatt én hazaszaladtam az orosz szöveg dolgozatokat aláíratni. Ezen az órán Pinkei mesélt. A második órán felolvasták a földrajz dolgozatokat, amely nekem 4,5-re sikerült. A rossz órán én is feleltem 5-ösre. A mérten és a magyar óra feleléssel telt el. Utána osztályfőnöki óra is volt. Elrendeztük az ülést. A forradalom híre a kisfiúhoz este érkezik meg, miután az iskolából hazaér. 6:45-kor jöttem haza. Eddig nem hallottam, se láttam semmit. Mikor hazaértem, Kati azt mondta, hogy az emberek tüntetnek. Én erről még nem hallottam semmit, csak tegnap mondta be a rádió, hogy Szegeden a diákok tüntetnek, és Lengyelországban is felkelés volt. Góri olvasta a szabad ifjúságra pirotát, én is elolvastam. Ez a diákok tüntetéséről szólt. Mikor az utcára mentem, láttam, hogy a Korvinnál három nagy teherautó vitte az egyetemistákat. Az autó tetején egy fiú állt, és ezt kiabálta a többiekkel. Ruszkik haza! Elég volt Rákosiból! Ne csináljunk semmit késve! Nagy érvényét a vezetésbe!
Később Maját elkísértem hittára, mert ő nem mert egyedül elmenni. Hazafelé jövet, egy tüntető tömeggel találkoztunk, amely a Népszínház utcánál megállt, és énekelte a himnuszt. Este meghallgattuk Gerő Ernő beszélét. Ezzel a Góri és stúdiónál volt. 9-kor feküdtem le. Az ágyban még hallottam, hogy kiabálják. Ledöntjük a Sztálin szobrot! Vesszen, Gerő! Jucika és Rózsika, anyukám nővérei átjöttek hozzánk. Jucika nemzeti szín feketével átkötött szalagot tűzött a kabátjára. Délután a házmesterékkel elmentünk sétálni, megnézni a házakat. Kiértünk a körútra, mintha megváltozott volna a világ. Nincs olyan ház, amely ne kapott volna belövést. Az utcán téglák, felszedett kövek hevertek. A forradalom és a szabadságharc, a szocialista terror és a szovjet megszállás ellen. Azt méltatom, hogy a budapesti diákok békés tüntetést kezdtek, de sajnos a fegyvertelen tömegre sort tűztattak. A szovjet csapatok hadüzenet nélkül háborút indítottak. Sajnos hatalmas volt a túlerő, így elbukott a forradalom. Számomra borzasztó dolog, hogy a fiatalok életüket áldozták fel, mely a szülők számára elviselhetetlen lehetett. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiút. Szombat este jött, ivás után. S félrehúzott, van egy balladán. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Mégis hallom bort susogva a szomszéd nagyfiút. Azt susogja, Korvin köziek. S félre néz a lakók közül, melyik hallja meg. A Korvin közben összegyűltek rég a nagyfiút. Fegyvert fogtak egy-két százan, nem volt más kiút. Ők voltak a Korvin köziek. S félre nézett, hogy ki hallja meg. Fegyvert fogtak régen egyszer, mint a nagyfiú. S összegyűltek Korvin közbe, nem volt más kiút. Árvák voltak, úgy, mint te meg én. Senkik voltak, úgy, mint te meg én. Ők voltak. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút. Csak összegyűlni Korvin közbe, s lenni nagyfiúk. Isten szeme rajtuk épp megállt. Fegyvert fogtak kezdeni a bált. Rátámadtak Korvin közre tankok, fegyverek. Úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ. Árvák itt nem kezdhetik a bált. Isten szeme, mivel éppen rajtuk. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Világ népei, az ezer éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihunni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétzúzni bennünket.
páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át, asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyat. Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Borbé Erzsébet visszaemlékezése. Másodikos kereskedőtanuló voltam 1956-ban a 18. kerületi közértnél. Az állami telep úgynevezett kettes kapujánál voltam gyakorlati oktatáson. Amikor kitört a forradalom, épp az iskolából jöttünk hazafelé, és nem tudtuk még, hogy mi ez a csoportosulás. Nekem, mint tanulónak egy héten 3-4-szer a közértben kellett dolgoznom gyakorlaton. A Vörös Hadsereg útja és a Vasvári utca sarkán lévő pékségben kellett kenyeret árulnom. Egyik nap hosszú sor állt a pékség előtt, amikor Pest felől jött egy tank, amire ellenállók lőttek a piros iskolából. Szegény sorban álló emberek, azt se tudták, merre szaladjanak. A pékség vezetői nem engedték be őket az üzletbe. Nagyon féltettem őket. Akkor történt, hogy az egyik Vörös Hadsereg úti családi házat szétlőtte a tank, és amikor a házat építő szerencsétlen lakó följött a pincéből, a látványba beleőszült. Én, mikor a tank elment, újból árultam a kenyeret. A pénzt egy dobozban lehajolva, félve a lövésektől vittem át a közértbe. A félelmet, a rettegést sosem tudom elfelejteni. A munka végeztével az állami telepről ugyancsak lehajolgatva végig a Rákóczi úton mentem haza, a Bókai utcába, félve a fejem fölött röpködő töltényektől. Egészen addig kellett dolgozni járnunk, amíg egy éjszaka az éhező emberek ki nem rabolták az üzletet. Elvis pedig elénekel egy dalt, amellyel a segélyezésre akarja buzdítani önöket. A címe Béke a völgyben. Well,